Akik a korábbi fűtési szezonban távhővel vagy vezetékes földgázzal fűtöttek, egyszeri rezsicsökkentési támogatást kaptak, melynek az összege bár néhol változó volt, általában egyszeri 12 000 forintról beszélhetünk ez alatt. Most a kormány úgy döntött, hogy akik nem ilyen módon fűtenek, hanem adott esetben hát tüzelőolajjal még annyira, már nem annyira nem, de szénnel, fával, nem vezetékes földgázzal, hanem például propángotángázzal vagy tartályosgázzal, illetve brikettel vagy pellettel, azoknak is nyújt egy támogatást. Ezzel kapcsolatosan egy kormányhatározat született július 27-én. Ennek végrehajtásáról az önkormányzat a napokban kapott egy belügyminisztériumi tájékoztatást. Igényelni kell ezt a formát október 15-éig, mely egy jogvesztő határidő. Amikor ezek az igények beérkeznek, az önkormányzatnak két napja van arra, hogy ezt összesítse, tehát ezért is kérném szépen, hogy ne az utolsó nap. Utána ezt nekünk el kell küldeni a Magyar Államkincstárhoz, majd október 31-én születik végső döntés a támogatásról, és annak formájáról. Ez azt jelenti, hogy várhatóan nem készpénzes támogatás lesz, hanem az önkormányzat pályázat útján kiválaszt egy vállalkozót, aki majd ezt a fajta tüzelőanyagot biztosítja a lakosság részére. Az ezzel kapcsolatos igénylőlapot a kalocsa.hu oldalán lehet megtekinteni, illetve letölteni. Nagyon kérem mindenkit, hogy a tájékoztatót is olvassa el. Ugyanis abban azért a részletszabályokban vannak. Tehát ugye ki is igényelheti ezt a támogatást, akik korábban már még nem kaptak ilyet, tehát aki már korábban kapott ezt a támogatást, az nem kaphatja ezt a támogatást, illetve ott van benne, hogy mire is lehet igényelni, milyen tüzelőfajtára, és azt, ha valaki leadja azt az igényt, azt onnan kezdve nem fogja tudni megváltoztatni. Dr. Kis Csaba hozzátette, fontos részlete mindennek, hogy lakásunként lehet igényelni a támogatást, valamint, hogy szúrópróba szerűen lesznek ellenőrzések a katasztrófa védelem részéről. Az igénylapot kérnek szépen mindenkitől pontosan töltse ki, és írja is alá. Mivel abban van egy nyilatkozat, amiben kijelenti ő, hogy ugye nem kapott már korábbi támogatást, és amit mondtam már korábban, tehát ezt a támogatási formát ellenőrizni fogják. Igaz, hogy szúrópróbaszerűen, de hogyha nem megfelelő a nyilatkozat, illetve nem volt jogosult a támogatásra, és rossz hiszeműen beadta a támogatási igényt, abban az esetben az önkormányzatnak hivatalból kell majd eljárnia, adott esetben ugye visszafizetési kötelezettség, másrészt pedig szabálysértési vagy nagyobb esetben büntető eljárás kell majd kezdeményeznünk. Reméljük, ilyenre nem fog sor kerülni.